Köszöntök mindenkit ezen a lehetőségen, hogy megtekintsük azt, hogy hogyan működik a Classroom, mint diák, hogyan tudja használni. Ugye itt vagyunk a Classroom felületen, most amikor ti beléptél, akkor olyan hasonlót láttok, nyilván nem bemutató kurzus egyel, hanem valami nagyon sokféle kurzusa léphetetek be, amit csináltunk nektek a tanáraitokkal. Nézzük a részeit. Először is van nekünk egy falunk, ez a fal lesz hasonlít egy kicsit a Facebooknak a falához, ide is sok mindent ki lehet írni, de ha kérhetem, akkor nagyon írjátok tele, mert ha tele írjátok, akkor elvesznek rajta azok a fontos információk, amelyeket a tanáraitok, vagy éppen én rakok föl rá, hogy működhessen. Vannak ilyenek, hogy feladatok. Ugye nyilvánvalóan itt lesznek majd a feladataitok, amiket meg fogtok tudni tekinteni, illetve meg fogtok tudni majd csinálni. És hát itt vannak a személyek, hogy éppen kik a tagjai a kurzusnak. No, hát akkor nézzük is meg, és próbáljuk ki egy kicsit ezt az egész történetet. Tehát először is tudnánk beleírni itt az osszon meg valamit a kurzus résztvevőivel, ide be tudnád írni azt, hogy sziasztok, megjöttem, én is a kurzus tagja vagyok, de ha kérhetem, szerintem ezt hanyagoljuk, mert csak viszi a helyet. De ide be tudnátok ezt írni, és közzé is tudnátok tenni a közzététel gombbal, és akkor meg is jelenne a többiek számára, sőt a pedagógus számára is, úgyhogy lehetőleg ne nagyon írogassunk bele marhaságokat. Ugye itt a pedagógus, az most véletlenül pont én vagyok, aki éppen köszönt mindenkit a kurzuson, és meg akarják mutatni, hogy milyen dolgaitok vannak. Ugye, ha ránézünk a kurzusra, akkor elég sok mindent látunk rajta. Például okáért van itt egy ilyen, hogy közelgő események. Hogyha ide az van írva, hogy nincsen semmi dolgod, akkor tök jó, mert akkor nincsen határidős esemény. Ha viszont van ide írva valami, akkor azt jelenti, hogy van olyan dolog, ami határidős. Szerencsére ma még csak szerda van, ezért ha megnézzük, akkor a csütörtökre ez csak egy határidős feladatunk, de hogyha ide bekattintunk, ahogy már előbb megtettem az összes megtekintésébe, akkor bizony látható, hogy vannak itt mindenféle feladatok kiosztva, amelyeket meg kell majd nyilván csinálnotok. Hát nézzük is meg, hogy miről van szó. Ugye van itt például egy ilyen, hogy francia forradalom, ki van osztva, nincsen határideje, meg tudnánk nézni a részleteket. Ide van írva, hogy így egy körülbelül egy oldalas dolgozat a francia forradalom történetéről. Hát nyilván a feladat az lesz, hogy a francia forradalmat előtte nyilván át kell valót tanulmányozni, tankönyv segítsége vagy valami hasonló, mert nyilván a tanár úr ezt feladta, vagy a tanárnő feladta feladatnak. Hol tudsz el válaszolni? Hát a következő dolgokat tudod csinálni. Ide kell menni a hozzáadás vagy létrehozás története, ahol egy csomó lehetőséged van. Az egyik lehetőséged az, hogy te valamit föltöttél Google Drive-ra, nem valószínű, hogy ilyet csináltál, hogy ebben ne is foglalkozunk. A link az már egy érdekesebb kérdés, ilyet sem valószínű, hogy te csináltál, úgyhogy eden is menjünk túl. Viszont a fájl az már lehetséges. Ha te otthon egy PowerPoint-ba, egy Word-be, vagy valamilyen text fájlba csináltál egy dolgozatot, akkor azt itt tudod föltölteni még az alábbi módon, rámész, hogy fájl, fájlok kiválasztása az eszközről, és szépen a saját könyvtárba megkeresed, hogy hova raktad el. Majd, hogyha megvan, akkor megnyomod a feltöltés gombot, és már pikpak fel is töltődik, és jön a tanárnak. De ez a nehezebbik ügy, van még egy egyszerűbb ennél is. Hogyha ilyenre nem gondoltál, akkor itt is meg tudod írni a feladatra a választ. Megnyitott például a dokumentumok részt, létrehoz egy Google dokumentumot, majd szép lassan létrehozza, mert azért nem sieti el, amelyet aztán a te neveddel ehhez a feladathoz meg is tud csinálni. És kijött nekünk egy Word jellegű dokumentum, ahol aztán nagyon szépen be tudjuk írni, hogy kedves tanár úr, nem készültem el a dolgozattal, mert az iskolában hagytam a tankönyvemet, és még nem engedtek be érte. Tegyük föl, hogy ez a tanulónk ezt a fogalmazást írja vissza,
Aztán majd a tanár úr eldönt, hogy mit szeret csinálni. Persze, nyilván normális esetben itt tele fogja jönni, hiszen egy oldalt kért a tanár úr. Megírjátok, és benyújtjátok. Hogyan fogjátok tudni benyújtani? Itt van ez a kék kis gomb. Megnyomjátok, és már is valamit más csinál, mint amit én szeretnék. Nem ezt szeretném. Ez kész. Bocsánat, mellette van a beadás, csak én nem látom, melyik telt akarja valami. És láss csodát, a tanár úrnál már meg is jelenik. Meg fogja tőlünk kérdezni, hogy biztos, hogy le akarjuk-e adni a dolgozatot. Természetesen le akarjuk adni, hiszen úgy gondoljuk, hogy végeztünk vele. Kicsit még gondolkodik, majd leadta, és itt található. Persze, hogyha mi ezen még utána dolgozni akarunk, akkor azt is megtehetjük, sőt, ez az oldal ez 1-2 másodpercenként ment, tehát innentől fogva nem veszik el az, amit írtunk. És már végeztünk is a francia forradalom című feladattal. Vissza is mehetünk egyből a kurzusunkra, megnézni, van-e még valami más feladatunk. Most más is fogunk bemenni, itt fönt is meg tudjuk nézni a feladatainkat, és látszik, hogy ha rákattintunk, akkor bizony-bizony itt vannak a feladatok. Például van itt nekünk egy feladatválasztós feladatunk, ugye azért szürke már ez, mert hogy ezt már megoldottuk. Nézzük meg ezt, megkérdezte a tanár, hogy hogy vagyok, jól, nagyon várom, mert hogy online tanuljak, rosszul, izgulok, hogy mi lesz. Hát nyilván, mivel hogy a tanulónk bent hagyta a tankönyvét biztosan izgul, úgyhogy ezt az izgulást fogja leadni, itt is természetesen megkérdezi, és már le is adhatta. Aztán majd a tanár úr eldönti, hogy erre a válasza vált-e. Menjünk kicsit tovább, látunk itt egy másik szürke feladatot, de ez nem azért szürke, mert nincs megoldva, hanem mert nem feladat, hanem ez bizony tananyag. Ha egy ilyet látunk, akkor biztos, hogy tananyag van. A tananyag pedig elég sokrétű lehet. Hát, történelem tanár bácsink adta fel a tananyagot. Láthatóan van már egy csomó minden írva hozzá is, de ám ott még mindenféle kiegészítések is vannak, úgyhogy lehet, hogy jobb, hogyha megnyitjuk ezt a tananyagot, hát ha szükséges lesz nekünk. Mit látunk? Itt látjuk, hogy mi a tananyag címe. Globális világproblémák a tananyagunk címe. Az óra anyaga a globális világproblémák. Ennek az anyagnak az elejét már vettük, de a PDF-ben megtaláljátok bla bla bla. Írt a tanár úr egy csomó minden szöveget. Ezt nyilván elolvassuk, hiszen ez a feladatunk, és ez fogja segíteni a mi tanulásunkat. Mik a feladataink? Ugye az alapvető feladatunk az, hogy meg kéne tanulnunk. Tanár úr ezt meg is mondta, hogy a tananyagot megtalálhatjuk a tankönyv 102. és 106. oldalán, a 24-es leckében, a globális világ sajátosságai című leckében. Adott hozzá némi házi feladat is, amit adott volna egyébként máshol is, de ő ide írta be nektek, hogy bizony itt található meg a házi feladat, az vannak olyan feladatok a munkafüzetben, amelyeket meg kell hozzá oldani. Sőt, adott hozzá segítséget, mert kiírta, hogy az NKP portálnak van egy okos tankönyve, amely szintén segít, és még volt annyi rendes, ide is linkelte. Hova is linkelte ezt a tankönyvet? Hát itt található történelem 8. Ha rákattintunk, akkor már is oda fog az NKP-nak a honlapjára ugrani, és már nézhetjük is azt, hogy hogy is néz ki ez a honlap. Illetve ez a tankönyv, mert ez egy okos tankönyv, sőt az okos tankönyv azért okos, mert okos funkciókkal van ellátva, nem csak mindenféle mechanikus olvasunk és válaszolunk kérdések vannak, meg tananyag kérdések, meg egy csomó grafikon, ami például kinagyítható, mint ez itt, hanem szépen mehetünk lefelé, képeket is ki tudunk nagyítani, láthatunk hozzá leírásokat, sőt, ha most ezt megnézzük, ugye az van, hogy 5x8-as kép, tehát akkor még tudunk menni is. Arrébb ugye itt is egy szingapúri kép, és szépen tudunk benne lapozgatni, és meg tudjuk ezeket a képeket tekingetni. Ezért okos könyv. De van még egy jó dolog benne, hogy vannak olyan okos könyv részletek, amikor vannak feladatok. Itt van például egy ilyen feladat, látszik, hogy itt valami furcsaság van, és el is tudjuk egyből indítani, sőt, még ki is tudjuk nagyítani, ha akarjuk. Ugye az a feladat, hogy előny vagy hátrány húzza felsorolt jellemzőket a megfelelő halmazban, globalizáció előnyei, hátrányai, nem veszi figyelembe a kulturális hagyományokat, ez nyilván valószínűleg hátrány lesz. Új munkahelyek jönnek létre, ez biztos előny lehet. Gazdag országok előnyeit fokozza, ez lehet, hogy hátrány, lehet, hogy előny, én a hátránynak gondolnám,
nő a kutatás fejlesztés szerepe, ez biztos, hogy előnynek történhet. Befolyásolja az önálló nemzeti döntéseket, ez valószínűleg hátrány lehet. Gyorsul a gazdasági növekedés, ez biztos előny. Munkahelyek szűnhetnek meg, hát ez valószínűleg hátrány. Serkenti az ország gazdasági fejlődését, ez biztos előnynek tűnik. Uniformizálódás, hát ez egy jó kérdés, van olyan tanár, aki azt mondaná, hogy ez hátrány szerint, vagy előny, ez szerintem hátrány. Én nem szeretem az uniformizálást. Olcsóbb lesz az import, ez biztos előny. Periférián lévő országokat is bekapcsolja, ez megint csak valószínűleg előny lehet. Világszerte hozzáférhetünk különféle termékekhez, ez megint valószínűleg előny. És környezetkárosítás, ez gondolhatóan hátrány. Csináltunk valamit, nem biztos, hogy jó a megoldásunk, de az a jó, hogy le tudjuk ellenőrizni. És dadám, minden zöld, akkor minden jó lett. És még tud mutatni hasonló feladatokat a gyakorláshoz. Mit tudom én, ugye itt behoz egy csomó mindent, amivel lehet gyakorolni, hogyha éppen tanulunk, rá kell kattintani, és akkor megint jönnek ezek a feladatok elő. Ha ezzel megvagyunk, bezárjuk, és tudunk még egy kicsit tovább menni a tananyagban, miután visszakicsinyítettük. Ugye még itt is van egy csomó minden írva, vannak képek természetesen. Sőt, itt láthatunk egy valamiféle grafikont, amely valamiért most nem akad ebbe akar jönni. Ugye egy működő térkép, az éhezők aránya, és már ebből egy csomó mindent ki tudunk szedni. Na de nem csak az okostankönyvet tudjuk megnézni, hanem a tanár úr volt olyan rendes, hogy azt mondta, hogy egy videós PPT-t is idehozott hozzá. Ezt is megtaláljuk. Itt van globális világ problémák videó. Akkor betölt valamit, amit el lehet indítani elvégben. Hát akkor kezdjünk hozzá az első digitális óránkhoz. Na, ugyebár ott vettük abba, hogy globalizáció sokat lehet benne ugrálni, meg mindenféle hasonlókat, és ugye el lehet, lehet nagyítani, kicsinyíteni, járunk, és sok mindent lehet vele csinálni, és hamoképpen tanulni lehet belőle. Sőt, ahogy elnézem, még valami drive felületet is berakott ide. Nagy valószínűséggel, hát jogosítottsága van szükségünk, itt valamit rosszul csinált meg a tanár úr, de majd biztos kijavítja, hogyha szükséges lesz. És van itt még itt a sorok között valami érdekesség, hogy van egy feladat, nézzétek meg a Kérem a következőt című rajzfilmet, stb. Nem kéri a tanár úr, hogy keressétek meg, mert ide rakta azt is, meg lehet tekinteni ezt a filmet, és már is lehet betanulni. Egy csomó mindennel segítette azt gondolom a tanulásodokat, amit aztán jól fel tudtok használni. De akkor meg is vagyunk ebben a globális világ problémával, egy idő után biztosan megtanultuk, remélhetőleg, viszont azt írta a tanár úr a végére, hogy bizony hétfőn a globalizáció tananyagból teszt lesz. Hát akkor majd várni kell, mert lehet, hogy meg fog jelenni egy teszt. Ki tudja. De minthogyha itt lenne még valami, így van, van itt még egy valami, készítsétek el ezt a tesztet, és azt is megmondta, hogy ne felejtsetek el az e-mail címetek alá beírni a saját neveteket a tesztnél. Magyarán, ha bekapcsoltunk ebbe a Red Menta nevű tesztbe, akkor elő fog jönni egy teszt nekünk. Na, tessék pont a globalizációra kitöltés kezdés, és ez az, amit meghatározott. Írjuk be az e-mail címünket, jukuku, mukuku, bármit be tudunk írni gmail.com-mal, tök mindegy egyelőre. Később majd lehet, hogy fontos lehet, de nem érdekes, és akkor ide pedig beírjuk a nevünket, hogy Kis Dezső, például, csak hogy ne anonimus legyen a történet. Majd pedig megnyomjuk a továbbot, és már is jönnek mindenféle feladatok. Ezek olyanok, mint egy normális feladatlap, kiírta, hogy van 10 percünk megoldani, és nem kell nyomkodnunk a továbbot, hanem beírtunk valamit, lejjebb visszük, megint beírtunk valamit, lejjebb visszük, és így tovább megválaszoljuk a kérdéseket. Ha meg tudjuk válaszolni, szépen haladunk, haladunk, ki van a képen, milyen esemény jut a következő képről eszedbe, stb. És ha mindennel végeztünk, mindent kitöltöttünk, akkor meg fogjuk nyomni a tovább gombot,
és már mondja is nekünk, hogy nagyon-nagyon hosszul csináltunk mindent, mert mindenféle kimaradt se, hova semmit nem írtunk, mert most a sietségben ez nem történt meg. Sőt, még azt is mondja, hogy akár visszaléphetünk, mert hogy valamit elfelejtünk megcsinálni, akkor visszatudnánk, de most nem fogunk visszalépni. Tovább megyünk, ha tovább enged minket, és kimondja, hogy 0-20 pont elégtelen, és hasonlók, és megadta a válaszokat is. A lényeg, hogy mi kitöltöttük a tesztet, vagy éppenséggel nem. Innentől fogva több dolgunk nagyon nincsen. Egyébként minden egyes ilyen kurzusra, meg problémára tudunk válaszolni, ide tudunk írogatni, és közzé is tudjuk tenni, sőt, priváton is tudunk megjegyezni, ez azt jelenti, hogy csak a tanár úr fogja látni, vagy a tanárnő azt, hogy mit írunk neki, a többiek nem látják a véleményünket az adott kurzusról. De a lényeg nekünk az, hogy a fő oldalon megtalálunk mindent, vannak ilyen kis főfalak, ahol szintén meg tudjuk nézni, hogy itt vannak a feladatok, itt is itt vannak a feladatok, és itt is itt vannak a feladatok. Mindaddig, amíg szükséges. Köszönöm a figyelmeteket, bízunk benne, hogy működni fog.